Fruzsina és Klaudia nagy lépésre szánták el magukat. Szakértő segítségével szeretnének egy-egy tökéletes futócipőre szert tenni. Futócipő egy személyre szabott választás legyen, tehát ne a szomszéd futótástól, futóbaráttól informálódjunk bizonyos futócipő modellek után, hisz nem biztos, hogy az, ami neki megfelelő, az a mi számunkra is jó lesz. Nagyon fontos kérdéseket kell tisztáznunk a futócipő választás előtt. Ezeket a kérdéseket itt a boltban természetesen fel is tesszük. Tehát egyrészt, hogy milyen távokat fut az illető, milyen talajon fut, milyen testsúllyal, van-e esetleg valamilyen lábállás problémája, valamilyen ízületi problémája, fájdalma. Hát ezeket nagyon fontos tisztáznunk. Itt meg is tudjuk nézni az illető a futó lábállását, akár egy statikus vizsgálattal, akár egy futópados kamerás vizsgálattal is. Nagyon fontos, hogy a lábállásnak megfelelő futócipőt vásároljunk. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy szín alapján választanak, és ezért nagyon fontos, hogy mi itt megnézzük a lábat, és tudunk modellekre javaslatot tenni. Nagyon fontos a cipőknél az ütések elnyelése. Ugye a legtöbben aszfalton futunk, ezt a városban nem is nagyon tudjuk kikerülni. Egyrészt az utcai futóversenyek is aszfalton történnek. Tehát ezeknek a futócipőknek a legfőbb ismérve az, hogy nagyon párnázottak, nagyon jól nyelik el ezeket az ütéseket. Másrészt pedig vannak olyan modellek, amelyek alátámasztottak, tehát azoknak a futóknak javasoljuk ezeket a cipőket, akiknek boltozott süllyedésük van, vagy mozgás közben billen befelé a lábuk. Nagyon fontos még a méretválasztás, főleg kezdőfutók esnek abba a hibába, hogy az utcai cipővel megegyező méretű futócipőt vesznek. Itt ennél nagyobb futócipőre van szükség, nagyobb méretre, hisz egyrészt a mozgás közben dagad a láb, és kitölti a teret a cipőben, másrészt pedig sokkal komfortosabb egy nagyobb cipőben mozogni, mint egy szűk modellben. Nagyon fontos, hogy ne az utcai cipőméretet vegyük alapul, a futócipő mérete akár másfél-két számmal is eltérhet az utcai mérettől, ne ijedjünk meg attól, hogy egy jóval nagyobb futócipőt veszünk, mint amit utcára hordunk. Egyrészt azért, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki a saját futóstílusának, lábának megfelelő cipőt tudja kiválasztani, és úgy gondolom, hogy ez csak egy ilyen típusú boltban egy szakértő segítségével valósulhat meg. Természetesen én magam is futok hosszú évek óta. Futócipő választásnál nekem eddig nem volt semmi egyéb szempontom, mint hogy milyen színe van, leginkább rózsaszíneket választottam. Viszont szülés után gyakori probléma ez így közösségünkben, és nekem is előjött, hogy fáj a térdem vagy a csípőm. Nekem a térdem fájt, és ezért volt így időszerű, hogy elmenjek most már egy olyan helyre, ahol tényleg megnézik azt, hogy milyen cipőre lenne szükségem, hogy ne legyenek ilyen fájdalmaim. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most sikerült szerezni egy olyat, amitől nem fog fájni a térdem, és jó lesz aszfaltos futáshoz. Megvannak a futócipők, irány az edzés. Miért május 6-a lett a Magyar Sportnapja? Ugye 1875. május 6-án volt az első szabadtéri rendezvény, sportrendezvény Európában, és ennek az emlékére 2000 óta a Magyar Sportnapját ünnepeljük, és 2017 év végétől az országgyűlés úgy döntött, hogy minden évben ezt meg tudjuk ünnepelni, méltóság teljesen, és ehhez hozzájött még a parasport, a siketsport és a diáksport egyaránt. Budapest életét milyen mértékben változtatta meg az a neves elismerés, hogy idén Európa sportfővárosa lehet? Nagyon nagy elismerés az, hogy ezt a címet megkaphattuk, és bizony ezzel feladatunk is van, és felelősség teljesen kell ellátnunk, hiszen egy főváros ugye pozitív hatást generál a nagyobb városokra, pedig ugyanígy átterjed az a sportosság, amit most a főváros generál. Úgyhogy, és így még, hogyha lejjebb megyünk, akkor a kisebb települések is sportosabbá válnak. Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy mindenki életébe közelebb tudjuk hozni azt, hogy miért fontos a sport,
hiszen egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy megtarthassuk az egészségünket, és azt megőrizhessük, és az pedig az, hogy igenis tegyünk az egészségünkért minden nap, hogyha lehet, és hogyha különböző programokkal fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy jöjjenek, próbálják ki, és sportoljunk együtt, akkor bizony biztos, hogy akár a mindennapi életükben is meg fog mutatkozni. Úgyhogy ez a fő üzenete ennek a programnak, hogy minden nap az évnek minden napján lehessen egy olyan sportaktivitást találni a fővárosban, amelyhez lehet csatlakozni, akár fiatalabb korosztályba tartozunk, akár idősebb korosztályba. Nekem is van két kisgyermekem, és mi is igyekszünk a sportot beépíteni a mindennapi tevékenységeinkbe, és azt gondolom, hogy a családok szempontjából is ez már egész kicsi korban kezdődik. Ha egy gyermeknek az életébe bekerül a sport szeretete, akkor biztos, hogy felnőtt korában is tovább tudja ezt vinni. Nekem is van 3 gyermekem, és nekem az elsődleges az volt, hogy 6 éves koruktól megteremtsem azt a lehetőséget a mindennapokban, hogy akár minden nap a mozgás része legyen az életüknek, és ezáltal, hogyha 18 éves korukig én ezt biztosítom, akkor biztos, hogy felnőtt korosztályban is beépül az életükbe, az életrendszerükbe, és ezt tovább tudják vinni az egészséges generációkért. Úgyhogy ezekkel a programokkal mindezt tudjuk segíteni, akár a Margit-szigeti családi nappal, akár pedig az év minden napján, most így, hogy sportfővárosa vagyunk Európának, és a világ szeme rajtunk van. Nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet át tudjuk adni, és ha egy picit is hozzájárulunk ahhoz, hogy a családok fittebbek legyenek, akkor már sikerrel tettük ezt. Nagyon örülünk annak, hogy ennyi program megjelenik, akár ebben az évben a Budapesten és a fővárosunkban, de ezáltal egyébként a megyeszékhelyeken és a kisebb településeken is. És az az üzenete ennek a programsorozatnak, hogy ne csak ebben az évben, hanem a következő években is hatással legyünk egymásra, a családjainkra, a gyermekeinkre és az idősebb korosztályra is, hiszen valóban egyetlen egy eszköz a kezünkben, hogy egészségünket megőrizzük, az pedig a sport. Az államtitkár asszonynál jártam, és megtudtam, hogy tényleg valóban milyen hasznos dolog is a sport, ezért arra gondoltam, hogy kipróbálom a babakocsis futást. Igaz, az én gyermekeim már nagyok, de gondoltam, hogy becsatlakozom a lányukhoz. Sziasztok! Szia. Sziasztok! Látom, szépen összegyűltetek, aranyos kis társaság a tiétek, kipróbálnám én is a babakocsis futást. Hú, nagy-nagy szeretettel várunk, és viszont előtte egy kicsit lehet kellene öltöznöd. Hoztam egy váltóruhát, úgyhogy akkor gyorsan átöltöznék. Jó, várunk. Köszönöm. Átöltöztem, akkor kezdődhet is a futás. Látom, szép számmal összegyűltek most itt a futóbabakocsis anyukák. Honnan jött az ötlet? Mi volt az inspiráció? Mi igazából egy saját kezdeményezésből kezdtük el ezt az egészet. Saját magunk futottunk babakocsival, a férjemmel, szereztük be futóbabakocsit már a legelején, azért, mert tudtuk azt, hogy a nagymamák vidéken laknak, és ezért szerettük volna továbbra is ezt a sportást megoldani. Utána jártunk, hogyan biztonságos, és ezt kezdtük el az elejétől kezdve itthon népszerűsíteni. Szoktak fix programok lenni, vagy éppen ahogy alakul, és hogyan szerveződik a társaság? Ez elég hullámzó, van néhány fix programunk, tesztfutások vannak például évente 2-szer, azt azzal a céllal csináljuk, hogy azok, akik nem ismerik a babakocsis futást, viszünk nekik egy csomóféle babakocsit a kölcsönzőbe, és ki tudják próbálni, egy ilyen 2 órás ingyenes rendezvény. Azon kívül szoktak lenni mami kimenők havonta 1-szer, illetve szoktunk tervezni, volt már anyák napi futásunk, apák napi futásunk. Igazából attól függ, hogy nekem mennyi kapacitásom van ezeknek a leszervezésére, mert nekem is 2 gyerkőc mellett és munka mellett szerveződik ez az egyesület, úgyhogy most valamennyivel kevesebb van, de van, hogy megint vele tolok egy csomó energiát, és nagyon sok eseményünk van. Most ez a szülés utáni mozgásfesztiválunk lesz majd szeptemberben, mert hogy 5 évesek leszünk, és ez muszáj megünnepelni egy nagy buli keretében. És ilyenkor apukák is gondolom csatlakoznak, ha van rá lehetőség. Igen, alapjában véve egyébként a 80%-a körülbelül a közösségünknek édesanyákból tevődik össze. Nagyon sok egyébként az olyan jellegű futó is, aki korábban nem futott, hanem a szülés után szüksége van új barátokra. Értelemszerűen a futóbabakocsin túl mi az, ami biztonsági felszerelés még a futáshoz?
az anyuka védelme érdekében a jó futócipő, amire eddig én például nem fektettem túl nagy energiát, viszont most már szereztünk egy jót Klaudiával mai nap folyamán, úgyhogy most már én is óvva vagyok, illetve a jó biztonságos futó babakocsi, ami speciális tulajdonságokkal rendelkezik, és ezt mi nagyon-nagyon hangsúlyozzuk mindig mindenhol. Hölgyeim és uraim, nézzék csak! Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó gömbérzéken remekül működik akkor is, ha éppen asztali teniszmeccset kell vívnia. A kölyök kalauz most arról kérdezi, hogyan válasszunk sportágat a gyermekünknek. A sportnak nagyon sok szintje van. Az egyik szint, az alapszint, amikor nézzük, szurkolunk, de nem vagyunk aktívak, és a legmagasabb szint nyilván az olimpiai világbajnokok, a legnagyobb bajnokok szintje. Ezek között egy kisgyerek, vagy egy család, hogy eljusson oda, hogy ő aktív életet éljen, ugye az első szintet hozni kell, szeressük a sportot, szeressük a testmozgás örömét. Hogyha aztán a kisgyermek a szülők segítségével tud választani magának egy személyiségéhez, fizikai állapotához, teljesítőképességéhez illő sportágat, ebben segít például a sportágválasztó kiválóan, akkor igenis elindulhat egy úton. Ha még az oktató, a helyszín, a körülmények, a társak is olyanok, akik arra ösztönzik, arra serkentik a gyermeket, hogy ezt érdemes komolyan csinálni, akkor egy nagyon szerencsés összeállás van, és egy életre szóló barátságot lehet kötni egy adott sportággal. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek, a családok megismerkedjenek a sportágak szépségeivel. Erre kiváló alkalmat nyújt számos sportrendezvény, ami a sportág választással külön foglalkozik, az azért nagyon érdekes, és szerintem azért jó dolog, mert ott egyszerre a szakemberekkel lehet találkozni, akik tanácsot adnak. Egyszerre lehet élőben látni magát a mozgásformát és kipróbálni. Tehát ez már rögtön három dolog, ugye a kipróbálással. És példaképekkel is lehet találkozni, akik miatt érdemes követni a legnagyobb versenyeket, akik miatt érdemes jobbá válni, akik miatt érdemes célokat kitűzni.